Folytatódik a Csillagpont Rádió közéleti magazin műsora, benne vendégem Reimann Zoltán, miskolci lokálpatrióta, blogger, a Miskolc könyvek szerzője, és hát most annál is inkább ezt kell, hogy kihangsúlyozzuk, mert hogy ami sajtóközleményt vagy információkat eljuttatál hozzán, abban kiemelted, hogy 5 év, 5 könyv, tehát 5 év alatt sikerült 5 könyvet írnod, és olyan érdekes az élet, hogy amikor legutóbb itt jártál a stúdióban, akkor a Kubikról beszélgettünk, hogy szeretnétek egy kicsit erősíteni az ottani jelenlétet, egy kicsit újra feléleszteni a köztudatban, minél többen menjenek szurkolók, látogatók, és akkor én megkérdeztem tőled, hogy a könyveknek lesz-e folytatása, akkor ugye a negyediknél jártad, és azt mondtad, hogy december környékén, igen. Hát most december 6-a van, úgyhogy mondhatjuk, hogy a Mikulás meghozta az új könyved, Bűntények, legendák, izgalmas történetek Miskolcon. Nagyon izgalmasan hangzik. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, én is köszöntöm a rádió hallgatókat. Hát reméljük, hogy minél sokaknak tetszeni fog. Tényleg rengeteg történet van benne. Talán ez a leghosszabb könyvem. Ugye úgy tűnik, hogy a második könyvem az egy kicsit hosszabb nagyságra, de hát az a tördelés, azt én csináltam, ez pedig egy profi, úgyhogy szerintem ez a legbővebb, ezt tartalmaz a legtöbb információt. 24 történet van benne, 12 legenda és 12, hát büntény, tragédia és ilyen véres esemény. Ha egy kicsit a motivációról kérdezlek, jól gondolom, hogy amikor az előző 4 könyvedet megírtad, most itt van nálam a 100 történelmi érdekesség Miskolcról, illetve a különleges történetek Miskolc múltjából, akkor amikor ezekre készültél, és ugye rengeteg háttérmunka van ezek mögött, akkor már bele-bele szaladtál egy-két ilyen legendába, és ott már elindult a gondolat, hogy talán ezekből is kellene egy önálló kötet? Igen, igen. Mindenképpen, sőt, ugye a Bűntényekbe is, és ugye az ember egy kicsit óckodik ettől a témától, viszont azt ugye el kell ismernünk, hogyha a médiában ezek azok, amik a vezető hírek, és amik a legjobban érdeklik az embereket. Annyira még nem nyúltam ehhez a témakörhöz, de úgy gondoltam, hogy ez is része Miskolc történetének, úgyhogy itt az ideje, hogy erre a részre is átérjek. A legendák azok meg gyűlnek, és jönnek, és ahogy olvasok, gyűjtögetek addig, aközben ugye rengeteggel találkozom, és hát próbálom ezt minden szempontból körüljárni. Tehát ezek a legendák, ezek nem úgy legendák, hogy egy novella és egy kitalált történet, hanem amik a köztájon forgó legendáknak az igazi oldalát próbálom bemutatni bennük. De ugyanakkor meg a háttérmunka itt is óriási, mert nagyon fontos, hogy azért mindazokat, amiket leírsz, pontosak legyenek, hitelesek legyenek. Igen, igen, próbálom mindenképpen, és ugye hát sokszor elmondtam már, hogy a blogon ott le lehet írni bármit, és ki lehet javítani, de ha az ember könyvben leírja, akkor ott már nincs menekvés, utána számon kérhetik, hogyha valamit rosszul ír, és hát persze biztosan az ember hibázik itt-ott, az benne van a pakliban, de próbálja az ember a maximumot nyújtani. Csöbör Katalin országgyűlési képviselő a könyved előszavában azt írja, hogy önámítás lenne azonban azt feltételezni, hogy Miskolc híján van a sötét emlékeknek, megrázó történeteknek, de fontos, hogy tanuljunk ezekből, hiszen a miskolci életérzéshez ez mind-mind hozzátartozik. Igen, Miskolc történetéhez hozzátartoznak ezek az események is, és hát ugye a tragédiák azok természeti katasztrófák is lehetnek, és ugye Miskolc sokat tanult ezekből az esetekből is, ahogy mondod. És ahogy mondtam, hozzátartozik Miskolc történetéhez is, és bizony olyan kényes témák is vannak benne, amelyről nem nagyon szeretnek az emberek beszélni, vagy nem divat manapság már beszélni. Gondolok, hogy Trianonra és Miskolcra, és azokra az érzésekre, amikor miskolciak rátörtek a trianoni diktátum után, és hát, hogy így micsoda tüntetések, és micsoda majdhogyan névfelkelés volt ebben a városban a döntés után, és utána folyamatosan még a következő 20 évben is. Veres Pál Miskolc megyei jogú várospolgármestere szintén a könyv előszavában azt írja, hogy a modern korban átalakult a legenda műfaja, talán egy kicsit jobban ki van színezve, egy kicsit olyan bulvárosabbak, de azt gondolom az is fontos cél, hogy mindezek megmaradjanak az utókor számára, a felnövekvő nemzedék számára. Igen, és ugye a legújabb korban is kerülnek a legendákhoz legendák, akkor is kiegészít a népnyelv,
És hát ezért fontos szerintem például a legendákat úgy is leírni, hogy a valóságot, és mellette a fikciót is. Tehát próbáljon az ember utána járni annak, hogy mi az az igaz része, például itt a Batú családnál, hogy milyen volt Batú István igazi arca, és mi az, ami legenda, és mi az, amit hozzá költöttek, vagy talán hozzátettek az elmúlt 150 évben az ő alakjához. Ugyanakkor pedig szerintem természetünkből fakad, hogy vágyunk arra, hogy ilyen jellegű legendákat olvassunk és halljunk. Tehát egy kicsit talán a bulvárosabb történetek felé azért elment a világ, lehet mondani. Igen, mindenképpen. És hát ugye az én írásaim is, az utóbbi könyveim, amik megjelentek, tehát az utolsó 4 könyvem, vagy inkább az utolsó 3, az mindenképpen ilyen kicsit ilyen sajtótermék lett, hogy úgy mondjam. Tehát az első 2 az konkrétan város történet és város bemutatása volt, tehát egy történeti séta és túra. Ezek viszont már ilyen önálló kis történetek. Próbálok olyan történeteket bemutatni az olvasóknak, ahogy még nem találkoztak vele, vagy olyan történeteket, amelyekről még nem is hallottak. Azt írod, te most már a könyved előszavában, hogy nem gondoltad volna, hogy ennyit fogsz írni Miskolcról, hiszen 5 év alatt ez az 5. könyved, és hát persze adódik bennem, hogy ismerve téged nyilván lesz folytatás. Akár ennek a legendák sorozatnak, vagy kötetnek? Hát 3 verzió lehetséges tulajdonképpen. Hát ezek ilyen történetekkel teli könyvet már szerintem nem fogok még egyet kiadni. Ami nagyon érik, az a 100 történelmi érdekességnek a 2. része, illetve szeretnék majd konkrétan egy novellás kötetet kiadni, vagy egy legendás kötetet, abban tényleg legendák lesznek, tehát kitalált történetek, illetve nagyon gyűlik az anyag a DVTK történethez is, tehát a DVTK-ról is valószínűleg a következő évek valamelyikében majd egy könyvet ki fogok adni. Feltűnt nekem, hogy ennek a kötetnek a címoldala talán a korábbiakhoz képest egy kicsikét színesebb, és ugye mindig elmondjuk, hogy kik a szerző vagy segítőtársaid. Igen, Ferencsik Nikolett volt a borítónak a tervezője, mint az összes többinek. Ugye az összes gyönyörű szép borítót neki köszönhetjük, vagy köszönhetem. Vitkolci Ildikó volt a könyvnek a lektora, szerkesztője. Ő egy miskolci írónő, és hát ő is rengeteget segített benne. Még meg kell említenem Takács Józsefet, aki tördelte a könyvet, és azért ilyen szuper az utolsó 3 könyvnek a tördelése, és azért jók a képek, és azért jó benne minden, mert ő szerkesztette, és nem úgy, mint az első 2, amit én. Legendák földjén, vágjunk talán akkor bele a közepébe, legendák, amelyek Miskolcon születtek, erről szól a fejezet, de nem feltétlenül írod idézőjelbe nagybetűs klasszikus legendákra gondolhatunk, hiszen legenda lehet egy cukrászda vagy egy kávéház, és ugye nyilván mindjárt beszélhetünk a konkrétumokról, vagy egy strandfürdő, ugye lásd diósgyőri strandfürdő, egy kápolna, vagy lehet Batú István, vagy a miskolci kocsonya, és hát nyilván lehetne sorolni. Van-e kedvenc, amit mindenképpen kiemelnél? Hát a Batú család története az nagy kedvencem, és igazából olyan új információkat találtam egy Sasik Csaba által írt könyvben, amit úgy gondoltam, hogy mindenképpen meg kell osztanom az olvasókkal is, és hát nagyon érdekes dolgok derültek ki, és talán egy kicsit közelebb kerül hozzánk egyébként Batú Istvánnak a személye, és hát talán az lehet a kedvencem, de én nagyon szeretem például a Nagy Miskolc születését, én nagyon szeretem a miskolci kálváriát, sajnos ugye nem szép állapotban van. Nagyon különleges hangulata lehetett a miskolci kávézóknak, cukrászdáknak. Ugyanakkor számomra nagyon meglepő volt például az is, hogy a hajózható sajó legendája. Tehát, hogy a sajót valamikor hajózhatóvá akarták tenni, és ez nem is csak egyszeri alkalom volt, hanem többször is felmerült az évszázadok során. De például Lenke nénéről is írok, ugye Komlós Juciról, aki Miskolcon szerepelt, és hát ugye egy kicsit itt azért nagy a kontraszt, tehát Komlós Jucit is mondjuk a következő fejezet címa a Repülős Giziről szól, egy sorba tenni, de hát Komlós Juci más szempontból legenda, és hát Repülős Gizi is egy bizonyos szempontból legenda, és igen, ez már igazából a bulváros oldala a Miskolc történetének talán. És hogyha visszamegyünk időben, és a központi kórházban vagyunk, akkor nyilván meg kell, hogy kérdezzem, az egyik fejezet címe is ez, Kiölte meg Labanc Annát? Igen, ez nagy kérdés azóta is, és ugye soha nem fog már kiderülni sajnos.
Nagyon sokakat érdekel. Most a Régiségvásáron voltam árulni, és szinte minden második ember ezt kérdezte, és erről ejtett szót, aki megvásárolta a könyvet, hogy az idősebb korosztály persze, hogy ő benne volt ebben a korban, és hogy mindenki biztosan tudja, hogy ki volt egyébként a merénylő, vagy a gyilkos, de hát ugye nyilván ez senki nem sikerült rá bizonyítani, és hát a mai napig sem, sőt, tudtommal, amit próbáltak sokan cáfolni, de aztán végül is több helyről meggyőződtem arról, hogy ez az eset már elévült. Tehát, hogy most a gyilkos besétálna a rendőrkapitányságra, és azt mondaná, hogy ő volt a tettes, akkor büntetlenül kisétálhatna, sajnos. De mindjárt mindig foglalkoztatja a közvéleményt, és gondolom, nagyon, hogy azért nagyon választotta, igen, te is az egyik fejezet címül. Egy következő fejezet cím: Elment az utolsó mohikán, in memoriam, Béki Károly. Ki volt ő? Igen, Béki Karcsi bácsiról is szerettem volna megemlékezni. A tavalyi könyvben már könyvzárta után érkezett a hír sajnos, hogy elhunyt Karcsi bácsi. Ő volt az MVSC, a Miskolci Vasutas Sportklub utolsó, vagy hát egyetlen NB1-es szezonjában játszott, és ő volt az utolsó tagja annak a csapatnak, amelyik NB2-es bajnokságot nyert, és hát szép kort megölt Karcsi bácsi, de az utóbbi időben már betegeskedett, és hát ugye sajnos elment ő is. Vannak olyan fejezet címek, illetve témák, amik ugyan a múltból eredeztethetőek, de azt gondolom, hogy jelene is van. Ilyen például a Diósgyőri Várfürdő, aminek kapcsán most ugye vannak megint törekvések, hogy újra kinyissa a kapuit, tehát különösen aktuális emiatt is. Igen, igen. Szerettem volna bemutatni a Diósgyőri Várfürdő múltját is, hogy mégis milyen volt régen, vagyis hogy mikor alakult, hogyan alakult ki az a különleges hangulatú hely. Egyébként tényleg egy fantasztikus hangulatú hely volt a Diósgyőri Várfürdő, viszont szerintem megosztó volt már a maga korában, és legalábbis a 90-es évek vége felé. Ugye Szlabocki Pál írta az egyik könyvében, hogy a lakosság elpuhulása miatt már nem alkalmas fürdőzésre. Tehát mint régebben a 20-22 fokos víz még megfelelő volt, később már sajnos nem, és hát nem fejlesztették előképpen azt a strandot, kicsit lemaradt a belvárosi strandok és a tapolcai strandok után, vagy mögött, és hát sajnos a lovagi tornák tere viszont a utolsó csapást is rámérte, hogy úgy mondjam, és hát szerintem azon a helyen ott már azt a fürdőt nem lehetne megnyitni. Viszont egy komoly beruházással egy csodálatos fürdőt lehetne ott a Diósgyőri részen, akár a hegyoldalba, vagy valami jó kis elképzeléssel, tehát biztos lennének rá tervek, csak hát ugye ez pénzkérdés. Mert hogy a környezet azt szerintem egyedülálló. Igen, 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 minden, nem lehet hasonlítani semmihez gyakorlatilag. Szerintem az országban is egyedülálló lenne. A vizet talán pedig lehet egy kicsit melegebbé fűteni. Tragédiák, balesetek, gyilkosságok, a folytatásban ugye ez a következő nagy fejezet cím, és azért nagyon érdekes, mert itt párhuzamot látok napjainkkal, ugye koronavírus, járvány, háború, itt is nagyon sok hasonló történés van, ugye a 1878-as nagy árvíz történetéről nyilván nagyon sokat lehet hallani, spanyolnát, ha Miskolcon. Azért nagyon érdekes, mert nem olyan régen éppen egy riportalanyom mondta itt a rádió stúdiójában, hogy nagyon érdekes a koronavírus járványal az összefüggés, mert hogy ott is voltak már olyan védekezési mechanizmusok, mint most itt a COVID idején. Igen, és az utóbbi években a Facebook oldalon a legtöbb megosztás, nem is tudom, talán 1000 fölötti megosztása volt annak a plakátnak, amit Szent Pál István rendelt el a miskolciak számára, meg van még a plakát, és ugyanazok a védekezési intézkedések voltak, melyek most a koronavírusnál, és hát ezt a miskolciak észrevették, és nagyon sokan tényleg megosztották. Úgyhogy tényleg, ahogy mondod, így volt, hogy hasonló védekezési dolgokat próbáltak ez a járványnak az enyhítésére. De hát ugye az egy, talán, de nem is mondhatom azt, hogy azt akartam mondani, hogy agilisabb vagy erősebb járvány volt, mert sajnos ez a koronavírus is rettentő erős volt, és hát ugye én is volt az első hullámban, elkaptam, és hát nagyon megszenvedtem vele én is, úgyhogy sajnos a spanyolnát azért is került be ebbe a könyvbe, mert hogy párhuzamot látok a 100 évvel ezelőtti történtekkel. Talán még egy témát emeljünk ki, egy fejezetet: tragédia Perecesi alagútban. Igen, ugye ez a perecesi bányászoknak a tragédiája. Ez egy rendkívül szomorú eset volt. Ugye a munkából jöttek fel a bánya mélyéről a
a bányászok, és hát neki nyomkarima törés miatt kisiklott az egyik vonat, ahol a bányászok utaztak, az egyik vagon, és hát neki ment a támfalnak, és az beszakadt. Úgyhogy rájuk borult, vagy rájuk szakadt a mennyezet, ami ilyen homokos anyag volt, és hát bizony teljesen betemette, és hát hiába mentek, és rögtön próbáltak segíteni rajtuk, sajnos nem tudták őket kiásni, és hát ott fulladtak meg szerencsétlenek a vagomba. Viszont csodával, határos módon három bányás sikerült élve kimenteni. Jellemző, hogy ilyenkor hogy telik az idő, tehát hogy azt mondták a bányászok, hogy 2-3 óra volt, amíg kiásták őket, ezzel szemben valójában mindezen 20 perc vagy 30 perc volt, és hát borzalmas élmény lehetett ezt átélni. Tehát borzasztó lehetett ott, ahogy zúdulba homok, és nem tudtak mozdulni, és érezte a társát maga mellett, és nagyon kemény beszámolók vannak erről az esetről. Nagyon sok legendát dolgozol föl az 5. kötetedben, közben pedig az jut eszembe, hogy azért Covid-dal, háborúval és egyéb hétköznapi bajokkal terhelt világunkban nagyon-nagyon nehéz lehet helytörténetet úgy tálalni, hogy az érdekes, informatív, olvasható legyen, és hát vonzza a látogatót, vagy a könyv szerető közönségedet. Igen, tényleg nagyon nehéz, és nagyon egyensúlyozni kell egyébként minden szempontból, hogy már az aktuál politikát sem vigye bele az ember például, és hát, de annak viszont nagyon örülök, a régiségvásárhoz kell visszatérnem, hogy jöttek, most is rengetegen gratuláltak, rengetegen biztattak, és volt olyan hölgy, aki azt mondta, hogy szóljak a főszerkesztőnek, hogy az Észak-Magyarországban hetente 2 multidéző cikk legyen, mert hogy ő csak azért járatja az Észak-Magyarországot. Nyilván ez túlzás, de hogy nagyon szeretik tényleg, és nagyon sokan ismerik, és nagyon sokan pozitívan állnak, pozitív visszajelzéseket kapok nagyon sokaktól, és hát ez nagyon jól esik. Tehát ez azt jelenti, hogy valamilyen szinten sikerül úgy tálalnom, hogy azt az egyensúlyt fenntartanom, és hogy informatív is legyen, és érdekes is legyen a történet. Jól gondolom, hogy nagyon sokat segít a könyvek terjesztésében akár, hogy van egy blogod, aminek óriási most már az elérése. Igen, egyébként nagyon sokat segít. Bár összességében azért visszaesett egyébként, amióta a Borsod Online-on is, meg hát amúgy is egyébként ez a hírportálra is összefügg, tehát az Indexnek is azért a olvasottsága visszaesett. Ennek köszönhetően idézőjelben a blogomnak az olvasottsága is valamelyes, de hát nyilván több fórumon jelentkezem, tehát összességében nem. És most már nagyon sokan ismerik a nevemet, viszont nagyon sokan meglepődnek, amikor élőben látnak, hogy ön írta, tehát ön ilyen fiatal, tehát hogy ilyen, nem tudom, ilyen 20 évvel idősebb úriembert képzeltek, nem ilyen fiatal embert, és hát ez az, amin tényleg meglepődnek még sokszor az emberek, akik még nem találkoztak velem. Hiszen te nem az emlékeidet írod meg, hanem egy oknyomozó munka folyamányaképpen írod le, most már ugye az 5. kötetedben szereplő bűntényeket, legendákat, izgalmas történeteket. Ugyan kérdeztem már, de hát ismerve téged biztos, hogy lesz valamilyen módon folytatás. Ez ugye az 5. kötet, és a legutóbbi köteted bemutatóján a Miskolci Géniusz könyváruházban, és egyébként most is ugye a héten ott lesz egy könyv bemutató. Miskolcváros polgármestere Veres Pál is megfogalmazta, hogy azért nagyon jó, hogy van egy ilyen fiatal ember, akinek ilyen kezdeményezései vannak. Most december 8-án szintén találkozhatunk veletek. Igen, ugyanaz a szereplő gárda idézőjelben lesz a bemutatón, és hát óriási megtiszteltetés nekem, hogy a polgármester úr ismét elvállalta a könyvem bemutatását, és óriási megtiszteltetés az is, hogy Balla Riana Emma Miskolc egyik óriási tehetsége, és hát nem is tehetsége, értéke, érkezik majd szintén a bemutatóra, aki szintén egy-egy énekelni fog nekünk. Úgyhogy ugyanaz lesz a forgatókönyv, mint tavaly, és hát reméljük, hogy ugyanakkor a sikert is fog aratni ez a könyv, ami a tavalyi, vagy az előtti. Én most Mikulás napon, a mai napon kaptam tőled egy kötetet, köszönöm szépen, de aki karácsonyra szeretné vele meglepni szeretteit, az hogy teheti, hol vásárolhatja meg? A Géniusz könyváruházban, ott biztosan lesz mindig. Kint leszek a
karácsonyi régiségvásáron, és most sokan nem találtak meg, mert nem a szokásos helyemen voltam, de hát az már nem az én helyem, hiszen én fél éve nem voltam, és nyilván ilyenkor máshová helyezik az embert. Vagy akár e-mailben, az elérhetőségeimen, a blogomon, minden, hogyha rám ír valaki, és azt mondja, hogy nagyon szeretne, akkor tudok neki postázni, és személyesen átadni, most már ez is folyamatban van, hiszen már postáztam is, és személyesen is adtam át szerencsére a könyvből, úgyhogy nagyon tetszik a miskolciaknak első nekifutását, reméljük, hogy ez a vásárlási kedvez tovább tart majd karácsonyig. Még egy gondolat, nem tudlak úgy elengedni, ne kérdezzem meg, hogy mi újság a Kubikban. Hát a Kubikban most majd változások lesznek, de erről nem beszélhetünk. A csapat lelkesen küzd és lelkesen játszik, és hát próbáljuk a legjobbakat kihozni a dologból, próbáljuk a szurkolókat toborozni, és hát most volt egy kis fennakadás, mert elromlott a hangosítás, és nem tudtuk a speakerkedést, vagyis hát a Szélmisi barátom nem tudta a speakerkedést folytatni, de az majd tavaszra már az is jó lesz, úgyhogy új út erővel tavasszal majd nekiállunk a promózásának. És mint hogyha a te repertoárod is egy kicsit szélesedne, köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk, Reimann Zoltán, miskolci lokál patrióta, blogger, a Miskolc könyvek szerzője volt a Csillagpont Rádió vendége, mert hogy 5. kötete megjelent, Büntények, legendák, izgalmas történetek Miskolcon címmel. Sok sikert, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál.